Rengeteg üzenetet kaptam. Nagyon jó érzés volt tényleg, hogy ennyien szeretnek. Én is nagyon szép emlékként fogom ezt eltenni a szívemben, ezt az időszakot. Tényleg, mint a szurkolók, fantasztikusak, még olyan emberektől is kaptam üzenetet, akiktől tényleg nem is számítottam volna. Úgyhogy hát most egy korszak lezárult, de szeretnék nyitni egy új fejezetet, de tényleg szép emlékekkel távozom. Amikor sajnos megtörtént a műtétem, akkor úgy gondolkodtam már, hogy mi lenne, ha. És ezt jelen pillanatban úgy gondolom, hogy én le tudtam zárni. Tényleg nagyon szimpatikusan fogadta a vezetőség ezt a kérésemet. Úgy voltam vele, hogy most eljött az idő, amikor az egészségem már fontosabb annál, mint hogy még egy-két hónapra visszatérjek a pályára. Igazán jó csapat alakult itt ki. Úgy gondolom, hogy megoldják a feladatot, amit kell, és én most az mellett döntöttem, hogy az egészségem fontosabb. Én az életemnek ezt a szakaszát lezártam, és igen, ugye nyilván a sérüléseim is, és úgy vagyok vele, hogyha én most egy alacsonyabb osztályba elkezdenék esetleg játszogatni, az lehet, hogy rosszabb lenne, mert ilyenkor van az, hogy még egy kicsit próbálod, és akkor jön a baj, úgyhogy semmiképpen sem tervezem én most azt, hogy kézilabdázzak. Ezt tényleg lezártam, a mai napig egyébként mozgok, mert azért a mozgás az megmaradt. Futni járok, meg bringázok, gyógytornázom, úgyhogy a mozgás a mai napig az életem része, de nem kézilabda. Mindegyik klubban szerettem valamiért lenni. A Fehérváron nagyon sok időt töltöttem el, Újvárosban sajnos annyi időre nem volt lehetőség a klub helyzete miatt. Igazság szerint itt is maradtam volna még, mert szeretem ezt a várost, a csapatot, a szurkolók tényleg egyediek, és talán, ha nincs ennyi térdműtétem, még biztos játszanék egy-két évet, de a sors valamiért így akarta. Én hiszek ebben egyébként, hiszek a sorsban, hogy ennek így kellett történnie. Egy percig nem bánom. Moson-Magyaróvár mindig a szívem csücske marad, úgyhogy nagyon szívesen tekintek rá vissza. Nyilván most majd nem fogok tudni annyi mérkőzésre járni, de a tervemben az van, hogy azért nem fogok úgy elszakadni, meg az interneten nyomon fogom követni a csajok meccseit, és szurkolni fogok nekik, úgyhogy a szívem csücske marad Moson-Magyaróvár. Az elején még próbáltak, de azért még tudnék segíteni, de egyébként a vége felé belátta ezt mindenki egyébként, hogy az egészség most már fontosabb, mint az, hogy tényleg egy-két hónapot még a pályán legyek. Úgyhogy most döntött ez, hogy az egészség. Nem titok, hogy külföldre veszem az irányt, úgy gondolom nem meglepő, a párom kint él Svájcban. Egyelőre ugye most nagy valószínűséggel jövő hétvége, vagy amikor tudok, utazok ki. Sajnos az én családomat nem került el a vírus, és a nagymamám nagyon beteg lett, ezért sem
utaztam még ki, mert úgy gondolom, hogy a családomnak szüksége van arra a segítségre, amit most jelen pillanatban tudok nekik adni. Úgyhogy Svájcba veszem az irányt, és hogy ott belevágjak valami újba, kíváncsian várom, hogy mi lesz, de nem félek a lehetőségektől. Nem bántam meg egy percig sem a döntésemet akkor, amikor aláírtam a Mosonmagyaróvári klubhoz. Tényleg úgy gondolom, hogy csapatként jutottunk el ideáig, és csapatként vihetik tovább a csajok ezt a remek eredményt. Igazán megküzdöttünk érte, és tényleg azt kívánom, hogy valósuljon meg az álmuk, hogy itt jövőre nemzetközi kupaindulás legyen. Nagyon fogok nekik szorítani. Akkor még lehet, hogy még nagyobb közönség előtt fognak tudni játszani, és igazán megtapasztalják, hogy milyen fantasztikusak, mert tényleg egyedi, komolyan mondom. Én az életemben nem találkoztam ilyen fantasztikus szurkolókkal. Mellettünk voltak a bajban, mellettünk voltak, amikor szárnyalt a csapat. Sajnos most biztos őket is megviseli, hogy nem járhatnak meccsre, de abban is biztos vagyok, hogy így is a csajok mellett állnak. És nekik is azt kívánom, hogy tartsanak ki, mert eljön az idő, amikor újra megtelhet az UFM Arena.